Most következik a december 21-i Bánz Zsigmond Református Általános Iskola karácsonyi ünnepségének utolsó része. Külön öröm volt, hogy ezen a rendezvényen nagyon sokan szerepeltek az iskola tanulói közül. A szeretetről szól a következő jelenet és az azt követő gondolatcsoport. Van elég, mint ha nem szabad. Megint pénzre. Hát most tudni kell, ha most valami más szeretnénk mondani. Hát csak kivelem, ha annyira sörgős. Levelet kapcsolom. Van megint valami büntetés, talán plusz helyen parkoltam, mert nem fizettem időn számban. Nem, ez valami más. Na kivelem, miért nem mered el? Talán a gyerekekkel van olyan iskolában. Levelet kaptunk. A pista? Hát mit akar? Csak nem pénz akar kölcsön. Gondolom, nem kapta el az gabonáját, és most nincs pénz a szántásra és vetésre. Nem, azt hittem, hogy eljönnének. Na persze, még mit nem. Gondolom, az egész familia jönne, és ha nem tévedek, pont karácsonyra. Hát igen, pont karácsonyra. Az ünnepet szeretnék felöltöni, hiszen már olyan ünnepet látok kányzik. Emlékszel, amikor még mi is panulattunk. Már a levegőben érződött az ünnepi hangulat. Tisztultól a névnak ünnepések hajnalig a szép kántálás. Hát nem szép volt. Ugyanúgyan, mi volt abban szép, hogy állatlóan fáztam el, csak azokban a szobában fűtöttünk, ahol voltunk. A fürdőszoba se volt volna, meg az undorító sára miért volt meg. Hagyj engem az ilyen ruhákban, minek jönnének ide? Hát nincs nekünk elég bajunk. Alig vártam az ünnepeket, hogy végre kedvenre tévészessek és számítógépezessek. Erre vendégeket hozok. Isten, méghozzá ilyen sokat. A 6 milliárd ember közül miért pont ez a lény akarja velem tölteni a karácsonyt? Mert te megosztott öröm kettős. Nem a karácsonyt akarják ők megosztani velünk, hanem a karácsony kiadásokat. Ismerem ilyen Pista sógort, Maja? Hogy beszélhetsz így karácsony hetében? A levelet nem kihezett ember írta, hanem a sógort. Egyetem a sógorság. Ez csak a közmondást tartja. Én is így tartom. Sógorkoma nem nagyra van. Azért mégsem kellene annyira tűzbe jönned. Ha én is írott az a kamer vége, az az egynap nem a világ. Persze, így beszélnek azok, akik nem törődnek a holnappal és a családdal. Gondolj csak vele. Van neked fogalmat, hogy mit fog nekünk ez jelenteni ez a vendégállás? Sok-sok szeretettel, örömmel és megemlékezéssel. Meg egy csomó kiadást, ráfizetést, mert a vendégvárás olyan, mint a tűzvész. Csak emés, csak pusztít. Hol is megszerzett? Minek az? Minek? No, ugyan minek? Minek ide cúsz, amikor olyan szépen elvásárol? Mert ki akarok számolni, hogy mibe kerül egy ilyen vendégvárás. Na, hadd hallom, stimmelünk-e? Szív és szeretett fejbe, semmi más. Előre tudtam, hogy valami okosat fogsz mondani, de aki a családjával egy kicsit is törődik, az nem sajnálja ilyenkor a ceruzát sem. Épp jókor jöttetek. Apátok úgyis prédikálni készül. Arról, hogy valami jó spórolási technikád van az ünnepekre? Vagy arról, hogy milyen a mai pofátlan fiatalok? Hagyjatok már végén, mi bajotok velem? Kislányom, részben igazad van. Apáddal épp most közöltem, hogy meglátogatna bennünket Pista bátyjal a családjával. Na ne, Pista bátyi Erzsi néni meg az a két lökött gyereke. Pont ez hiányzott, az a két gyerek olyan bunkó. Jaj, kisfiam, ne veszi! Lettek egyidősök, és ők is iskolába járnak. Tudomások szerint jól tanulnak. Sőt, Csaba még valami pályázaton is nyert. Ugyan anya, hogy ezek másról úgysem tudnak beszélni, csak állatokról, kártyáról, meg traktorról, meg arról, hogy miket csinálnak a plébánián, mert hát másról úgysem szórakozhatnak. Jaj, gyerekeim, hát én apátok. Hát minden jó érzés kiszorít belőletek. Fogalmatok sincs arról, hogy mibe kerül egy ilyen vendéglátás. Lássuk, apa, milyen jó menedzser. Nem engedem, hogy így beszélj apáttal. Hagyd, lássuk, a mi okos gyerekeink hogy tudnának egy ilyen ünnepséget megszervezni. Hol is van az a ceruza? Na, írja a kisasszony.
kezdjük csak az elején. Ha vendégeket várunk, 40-es költe nem éghet, tehát ki kell cserélni. Igaz ez? A konyhában nem tölthetjük a napot, tehát a szobában a gáz nagyobbra kell venni. Igaz? Teljes mértékben. Hittával sem várhatjuk a vendégeket, mondván, hogy mi egészségesen élünk. Meg hát egy kis kávét is kell venni, mert hát kávézni is illik, meg hát egy kis süteményt, mert bejegy nélkül nem ünnep az ünnep. Ez igaz, de hát olyan ritkán jönnek, mert látod Lajos, hogy jó Isten összefizeti. Igen, azt te csak úgy hiszed, ezt a sokat elméletet még most sem tudtam kiverni a fejedből. Hát még így hiszel ebben? Hát nem látod, hogy ma olyan világban, hogy senki semmit ingyen nem fizet? De Lajos, hogy beszél? Apának igaza van, és mindig a pénzem van a vita, és sose értitek meg őt. Fiam, ne beszélj így! Ezzel még nincs vége. Vennünk kell egy fenyőfát is, mert hát úgy éli. Pedig már évek óta megtette egy fenyőga is, mert a gyerekek már nem kicsik. De hát olyan szép lenne, és azért mi is örülnénk neki. Szép lenne, de az árából kifizetjük az egyhavi villanyszámlát. Vennünk kell egy üveg italt, ami szinte 3-4 ezer forint, egy üveg bort, üdítők, nem beszélve a hússól, hozzávalókról. Na írja csak! Amiben itt tudjátok mennyi ez? Ez minimum 100 ezer forint. Látod, Jolán? Ez az egyhavi fizetésed. És még te beszélsz egyik létről, szeretetről, emlékezésről. Kinek kell ez, amikor egyik hónapról alig én tudunk megélni a másokon? Hát ez igaz. De a találkozási szerepeinkkel megír ennyit. És ajándékokat is kell venni négy személyre, azért már sok. Ennek az összegnek a felét nekem adnál, akkor tudnék venni egy jó programot és CD-t is a gépemet. Igen, a másik felét pedig nekünk, hiszen tudod mennyi kiadásom van már. Már egy hónapja nem vettem semmilyen kozmetikát. Láttam egy új pulcsit, amit szeretnék megvenni, na meg tudod, a fitness bérletünk is lejárt. Elég legyen ebből. Eddig mindent megkaptatok. Csak én tudom, hogy csürtem csavartam a dolgokat, hogy nektek mindig mindennek meglegyen. De nem engedem, hogy ettől az öröktől megfosztatok. A testvéret nem láttam több mint 4 éve, és ráadásul tudom, hogy ilyen betegsége van, hogy bármikor végezhet vele. Igen, és ragaszkodom hozzá, hogy jöjjenek. Ha pedig nem vagyok képesek ezt elfogadni, akkor egyedül vagyok, és meglássuk, hogy lehet ez a híres család. Igen, neked fontosabb a testvérek, mint a családom. Na ezt azért nem vártam volna 20 év házasság után, ráadásul pont karácsonykor. Még te beszélsz? Eddig minden percem nektek szenteltem ez az idő alatt. Plusz munkát vállaltam, túlóráztam, és ez a hála? Hát nem tettem mentünet, hogy boldogan éljünk még a szerényen is. Persze, boldogan, mikor alig tengődünk egyik hónapról a másikra, miközben mások puskának bőségre. Lehet, hogy igazad van. De azért eddig becsületesen éltünk. Nem kellett azon aggódni, hogy mit teszünk volna. Nem voltunk betegek, nem vagyunk munkanélküliek. Van házunk, van autónk, míg mások utcán töltik meg, hogy van kéregetve. Hát nem boldog az ilyen még így szerényen is. Jaj, anya, te olyan menet vagy. Apának igaza van, mitől boldog élet ez? Attól, hogy mindenért úgy kell könyörögni, hogy megvegyétek. Mindig azt mondjátok, hogy kell a béletekre, máskor a villanyra, meg tudom is én mire. Elegem van, elmegyek a barátnőmhez, és ott töltöm a karácsony. Ott legalább nincs vita, mert van elég pénzünk. Itt ne hagyd már én is meg. Várjatok, ti még ezt nem értitek, hadd magyarázzam el. A lányoknak igaza van, itt mindig a pénzem van a vita. Inkább én is elmegyek velük. Várj, kisfiam, legalább te nem hagyd itt. De hát mégis itt kell legyen, mindig. Ha? Fiam, én megértelek, és tudom, mit jelent ez neked. De ha nincs miből, vállaltam egy új építési tervet, de még nem kaptam érte semmit. Úgy néz ki az idén, ha felülvizsgálásra kerül, megkapom érte a járó pénzt. Na persze, te mindig ezt mondod, hogy majd megkapod, és ti sose veszed meg nekem, amit kérek. Inkább elmegy. Na látod, neked ez a boldog család. Először a gyerekek.
mondani a nővéredéknek, ha beállítanak. Mindig azzal hemcegtél, hogy nekünk ilyen-olyan jó családunk van. Hát tessék, ez a híres keresztény família, és még te beszélsz örömről, együttlétről, szeretetről. Szerinted csak én üldöztem el őket? Te nem is vagy hibás, ugye? Te mindig a rendes, példaadó apu voltál, aki megérte a gyermekeink. Hát most miért nem tudtad választani őket? Erről ne is beszélj. Annyit csalódtam az elmúlt években, hogy már nem is tudom elfogadni, hogy van Isten. Mindig csak a munka, a küszködés, ez járt ki nekem. Hát hiába ministráltam annak idején minden nap. De segítenem, hogy nem merjél annyira ezzel. És meglátnál a segítséget a mindennapokban. Elegem van ebből. Te a nagy hívő. Miért nem tudtad kiimádkozni, hogy egy kicsit is jobbra forduljon a sorsunk, hogy megkapjam az elismerést az új termekért? Mert nem elég, ha egyedül imádkozom. Kell, aki velem együtt imádkozik, hogy több erőt kapjak. Most már hova a csodába mész? Elmegyek a templomba. És aztán? Valószínűleg testvérem lesz. Szeretném látni, amíg élni. Hát, szép is szentesse lesz, mint amit látom, de tudod mit? Nem érdekel. Menj, legalább nyugodtan tévészetek és számítógépészetek kedvemre. Még csak a gyerekek sem vannak. Sajnálom, talán a magányok kicsit észhez térít. Na, ez a vacak meg mit ördöglött be. Kiégett a képcső. Most nincs itt hol a családom, kedvem a tévészeknél, erre a tévésbe röglött. Most nincs mit tennem. Jaj, csak nem a testsóhorom, még így fogok neki mondani, hova lett a családom. De talán csak egy koldus, azt pedig könnyen előzöm. Elnézést kérek, a zavarom, uram, de az építészeti cégtől küldtek. Hát most szenteste van, még most is zavar. Igen, tudom, de nagyon fontos a dolog, majd nyívatják el az irodába. Mi lehet ez a fontos dolog? Ma délután egy cég érdeklődött az ön új építési terve iránt. Ez a cég megpályázott egy építési terve, megnyerte és szeretnének önnel személyesen is találkozni. Hát lehet, attól függ, mikor fizetnének. Amennyiben sikerül közös megegyezésre jutni, a felét most, a többi pedig az ünnepek után. Hát felőlem, ahol indulhatunk is. Istenem, kérlek, segíts nekem! Te tudod, hogy én mindig bíztam benned, de most nagy bajban vagyok. A családom kicsupolt azért, mert hiszek benned. Elnyomokolnak azért, mert a családunk ilyen helyzetbe került. Ők csak a pénzre gondolnak. Nem értik meg, mit jelent ez számomra. Nem akarják megérteni, hogy csöbben a pénz nem jelent boldogságot. De ők sem akarták így, csak eltévedtek az úton. Gyermekeim sem értenek meg. Ők is elmentek otthonról. A férjem durva volt vele. Eljöttem hát ide, hogy erőt merítsem. Uram, nagyon szeretném, ha segíteni. Nincs erőm hazamenni a testvéremékhez a családom nélkül. Istenem, add, hogy megoldódjon ez a nehéz helyzet. Bízom benned, hiszek benned. Szeretlek, uram. Kérlek, segíts rajtunk. Na, végre megkaptam az építési tervemre járó pénzt, erre most nincs itt a családom és nincs kire költenem. Most mit tegyek? Könyörgöm Istenem, segíts rajtam. Miért nem jönnek vissza? Könyörgöm. Szia, Jolán! Hát mégis visszajöttél, nem mentél el a testvéredén? A családom nélkül nem akartam. Megértelek. Úgy látszik, hogy nem, mert a szülei nagyon összevesztek, ugyanis úgy tudták, hogy mindketten megcsalják egymást, de a test a barátnőnknek pedig a nagyszülőkhöz kellett volna menjen, de sajnos mindannyian tanúi voltunk ennek a szörnyű eseménynek. Mi az, fiam? Hát semmi munka? Hát még sincs. Mi történt?
Kávézóban leültem és pár alatt körbevett, és kérte, hogy terjessz egy dolgot a Zsuliba, de én nem mentem vele. El sem tudtam képzelni, hogy van ilyen felé az osztályfőnök, beszélt osztályfőnök jól el. Hát igen, anya, én is sem mertem bevallani nekik, hogy ki
is jelenítem őket, és igen, a gyerekek mindig igazad van. Nem is tudjátok megkörülbet szerztek nekem ezekkel a vallomásokkal, de nem tudom, hogy tudok kérdetek. Csak egy magam szeretnék. Azt, hogy higgyetek a szeretetben, mert aki szeret, az hisz, remél, és ennek semmi sem nehéz. Így tudták viszont a Szentrális azokat a sok nehézségeket annak idején. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és általad igazi karácsonyunk lehet. Boldog csak akkor lehet, hogy felepetél benne, hogy szeretnék.
miatt adja. Új szerep, ő nekem így szeretni, hogy felérdezni a benne szüntető szép szerepet. Elégyed, hogy megszereted, hogy benned éljen, és szeretettel benned másokat is elérni. Hogy benned éljen, és szeretettel benned másokat is elérni. Indulj el ezután. Fogadj be mindent, ami jó. De ne azért, hogy megtartasz magadnak, hanem hogy odaadj. Ha megtartasz magadnak valamit, hogy valakit, a magad kedvéért. Nem mondd, hogy szereted azt a valamit, vagy valakit. Mert abban a pillanatban, amikor megragadod, azért, hogy megtartasz, szeretkezik a ujjaid között. Azért szeretem rá, hogy sokan azért, hogy sokan azok kedvesen megjárunk hozzá, hogy rád nem azért, hogy járnázol, hanem örömet szesetek. Ne légatom a szeretet illúziójával. Az a, hogy tárgyakat készítés most végre látom az életben, ma végre érzem, ez nem csak állam, a többi ember, mint jó barát. Most végre érzem, hogy miért is élek, miért a szomorúan hajszol az élet, te mondtad el, mi a szél, mi szeretem. Ma végre érzem, ez nem csak állam, elérek hozzád, már jól tudom, a szívem úgy dalt volt könnyű szárnyú, dalt, mint adtál, én átadom. A legkisebb virág is, amelyet szívulunk, egy címtől, egy szép történetet mesél el. Egy darab mennyországot a Földön, ahol ön még azt talál a félelem és a vágyam, ahol az emberek egymás számára élnek, mint a virágok. Hadd hiszek, hogy könnyű szeretni, csalom. Minden szeretet, ha valódni, egy nap keresztet hozzuk neked. Mert a bűnbes és a nehéz megfelelhetni önmagukról, nehéz megvallni a napok számára. Nehéz, hogy velük az elégséget, ami ellen a szeretet. Az emeletes gyávaságban. Kisebb lépésekkel lépcsőn fel, elérhetjük, fölérhetjük, sőt, túlnőhetjük a szeretetlenséget. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcső. Ahol egy gyakorlatilag egy lépcső. Ahol tényleg sokat is van, ahol egy ártalmas hangot megfelelünk, egy lépcső fog. Ahol egy hatalmas korú trendre indulunk, egy lépcső fog. Ahol egy éjjel száját megcsütítünk, az is lépcső fog. Egy csecsemőt képzeled, anyjának szépet mondani, lánynak udvarolni, fiúnak vissza minden. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, lépcső fog mind, mind fölfelé. Hogy legyőzzük a szeretetlenséget, és elérjük, közelítsük az örök szeretetet. Vagyunk. A legfontosabb, hogy mikor indulhatunk és honnan. Helyből, azonnal. Ezeken a lépcső. Ha elmeséltök a tanácsom, az már egy lépcső. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcső. Ha hazamentek innen, csak egy szó, egy szép, okosan, előreláltással és szeretettel kimondott ember.
nagy nagy szeretettel az első süket, akik szintén ünnepi gondolatokat fognak megosztani nekünk. Thank you.
szépen.